Ebben az évben a harmadik Method Fader Club csapatba országos bajnokságot augusztus végén Maconkán rendezték meg, amelyen a Trabukkó Vasi Vizeken csapat tagjaként vettem részt, Tordai Gábor, Török Zoltán, Hajba Gábor és Kis Renáta társaságában. Az első edzésnapot a Kismaconkán az előtározón töltöttük. Volt némi információnk, hiszen Török Zolika és Hajba Gábor korábban itt részt vettek az egyéni országos metód döntőjén. Az ott megszerzett tapasztalatokat próbáltuk meg finomítani, illetve kipróbálni, hogy most ebből a késő őszi időjárásban is működik. A taktika mondhatnánk egyszerű volt, de valójában mégsem. Kukoricát kellett csak szórni, etetőanyag nélkül, rövid távra. Második edzésnapon a hármaszorú versenypályára ültünk, szélső helyre. Itt hamar meguntuk a pecen, nagyon sok halat fogtunk, és rengeteg információval lettünk gazdagabbak, amiket a verseny folyamán tudtunk hasznosítani. Ezen a napon több távolságot horgáztunk. Mindenhova kukoricát raktunk alapnak, illetve etetőanyagot pedig TTX-et használtunk, és ezekkel próbáltuk becsapni a halakat. Nálam a versenyen az Inspiron botokra esett a választás, Gábor esetében pedig a Kompass botokat használta. René is igyekezett kihasználni minden lehetőséget, hogy horgásszon. Bármelyikünk felkelt a ládáról, ő azonnal ott termett és folytatta a horgászatot. Nem kevés eredménnyel. Mivel kevés idő állt rendelkezésünkre, a felkészülésre, ezért fontosnak tartottuk, hogy már edzés közben is megosszunk egymással információkat, hiszen a csapattagok külön taktikán voltak az edzéseken.
harmadik, kötelező edzésnapon a gátra kerültünk, a gátnak is a belső szélső helyére. Egész héten az információk alapján ezeken a helyeken rendkívül jól fogták a nagy testű pontyokat, bizakodtunk benne, hogy nagyon jó pecánban lesz részünk nekünk is ezen a szép, csodálatos napon. Versenyzői pályafutásom során nagyon szép emlékek kötnek a mocunkai tórendszerhez. Régen, 10-12 évvel ezelőtt évente 2-3 versenyeztünk itt Binder Zoli barátommal, és nagyon szép sikereket értünk el. Rendkívül sok nagy testű halat fogtunk, főleg a gáton, és nem kevés kupával szoktunk innen hazatérni. A hely nem hazudtolta meg magát, hisz bedobás után 6 perccel már kapáson volt, és éreztem, egy szép nagy testű hallal van dolgom. Alacsony vizellás miatt az utolsó pár helyen engedték, hogy a halakat a vízben merítsük meg. A szabály az az volt, hogy térdig lehetett bemenni a vízben. Távolságban ezen a szakaszon a 90 és a 120 méter közötti távolságokig érkeztek jónak. Ezeket a távolságokat a Trinis Advance botokkal kényelmesen elértem. Zsinórnak pedig a már megszokott Konus Line távdobó zsinórt használtam. Természetesen Reni itt is szemfüles volt, és kihasználta az alkalmat, és ő is fogott pár nagy testű halat. Thank you.
A reggeli kapitányi értekezet után megvolt gyorsan a sorsolás. A-szektorban Hajba Gábor, B-szektorban Tordai Gábor, a C-szektorban Török Zolika, a D-szektorban pedig jó magam kerültem. A halak nehezen indultak, de végére sikerült 28 pontot összehoznunk csapatszinten. Ez kicsivel több volt az elvártnál, hiszen azt szerettük volna, hogyha 20 pont környékén végzünk minden egyes nap. Az első nap estéjén a szálláson átbeszéltük a szektorokban összegyűjtött tapasztalatokat, hogy a másnap, ha valaki oda kerül, akkor már némi információval gazdagabb legyen. A sorsolás elég érdekessé sikerült nekünk, hiszen minden négyen visszakerültünk ugyanabban a szektorban, ahol az első napon horgáztunk. Sajnos nem tudtunk élni az előző nap szerzett szektorbeli tapasztalatokkal, de sikerült egy picit javítanunk, 25,5 pontot horgáztunk a nap végére. A sorsolás a harmadik napon a következőképpen alakult. A szektorban Török Zolika került, a B szektorban Tordai Gábor, a C szektorban Harva Gábor, a D szektorban pedig szintén jó magam. Elmondhatjuk, Tordai Gáborral és jó magam mind a három nap ugyanabban a szektorban horgászhattunk. A harmadik nap végére 29 pontot sikerült összegyűjtenünk, amivel a három nap eredménye alapján az összetett 10. helyen zárt a csapat a 28 indulóból. Egyéniben Török Zolika bizonyult a legjobbnak a csapatból.